Tegnap hivatalosan is véget ért a tanév, megkezdődött a vakáció, a nyári táborokban azonban most kezdődik a nagyüzem. Az Erzsébet tábort Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyitotta meg a Városligetben. Az Erzsébet utalvány forgalmazásából támogatott táborokra a pályázati úton lehetett jelentkezni. Mintegy 3 milliárd forint induló keretösszeggel hirdette meg a pályázatokat januárban a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Zenével, játékkal indult az idei Erzsébet program. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 56 féle tábort hirdetett az idén. Volt köztük vitorlás tábor is. Anyukám mondta, hogy vannak ilyen Erzsébet táborok a neten, és mondta, hogy milyen lehetőségek vannak, és én az alapján választottam, hogy, mert ugye én nagyon szeretettem a vizet, és úgy gondoltam, hogy ez a vitorlás tábor egy nagyszerű lehetőség. A nyári táborokban még akkor is kerek a világ, ha esik az eső, erről már Balogh Zoltán miniszter beszélt. A világ az nagyon sokszor behorpad az embernek az életében, nagyon sokszor még léket is kap, de egy táborban, ahol tiszta levegő van, ahol víz van, ahol napsütés van, ahol ott vannak azok, akik szeretik az embert, akik figyelemmel fordulnak felé, ott át lehet élni a világnak a kerekségét. A 8 szociális üdülési pályázat nyertesei többek között fogyatékkal élők, nagycsaládosok, nyugdíjasok, közfoglalkoztatottak, honvédelmi és belügyi szervek munkavállalói, MÁV és egészségügyi alkalmazottak lehettek. Azt nézem, hogy szociális rászorultság alapján honnan jönnek, akkor egyértelmű, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, illetve Borsodabau-Zemplén megyéből van a lakosság arányhoz képest a legtöbb jelentkező. A tematikus sport és művészeti táborok vezetésére népszerű szakembereket kértek fel. A cselgáncsozó Európa-bajnok másodszor vesz részt ilyen táboroztatásban. Egytől egyik minden kis gyerkőc akarta mutatni magát, hogy milyen ügyes, hogy egy ilyen lehetőségben benne lehet, és úgy szinte fegyelmezni se kellett. Mindenki olyan szépen csinálta, szóval nagyon jó emlék volt nekem is. Az Erzsébet táborokban idén nyáron körülbelül 40 000 gyerek üdülhet.